Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az online oratóriumban. Most az Alkos velünk Dirty Hands percek következnek. Tartsatok velem! Én kettő nagyon könnyű hajtogatós kézművessel készültem nektek. Az első, amit hajtogatni fogunk, az egy pillangó lesz, amihez nem kell más, csak egy négyzet alakú lap. A másik pedig, amit hajtogatni fogunk, az egy kereszt lesz, amihez egy A4-es lapra lesz szükségünk, és majd a végén ollóra is. Szóval az első, amit hajtogatunk, az a pillangó. Nagyon egyszerű lesz, annyi, hogy a négyzetünknek be kell hajtogatnunk az átlóját, szóval így is kell kapnunk egy háromszöget, és így is kapnunk kell egy háromszöget, majd ezt a négyzetet félbe is kell hajtanunk, és így kapunk egy téglalapot így is, és kapunk egy téglalapot így is. Amikor eljutottunk odáig, hogy megvan ez a téglalapunk, láthatjátok, hogy itt van benne egy háromszög. Ezt a háromszöget meg kell kapnunk úgy, hogy ezt a csücsköt megfogjátok, és be kell hajtani ide, így, meg a másik oldalát is. Behajtjuk ide. Így megkapjuk ezt a háromszöget. Most ezt a kettő kis alsó csúcsot fel kell hajtanunk a felső csúcshoz. Így van egy háromszögünk, és egy olyan háromszögünk, aminek a másik oldalán van egy négyzetünk. Van egy olyan csúcsunk, ami egybe van, itt, ezek mögött. Az a lényeg, hogy ezt a csúcsot fel kell ide hajtanunk, és olyan lesz, mintha egy hajunk lenne, ahogy így nézzük, de már itt a pillangónak az alsó kettő szárnya látszódik is, és ezt a csúcsot meg kell fognunk, és ahol itt van ez a lap, annak a méretében le kell hajtanunk ezt a háromszöget, ez lesz a pillangónk fejecskéje, majd amikor megvan így a pillangónk már, félbehajtjuk, hogy jobban megmaradjon, és íme kész is a pillangónk. Nagyon egyszerű, és többféle méretet is lehet csinálni, és elképesztő jó dekorációk lehetnek. A másik pedig, amit készíteni fogunk, az a keresztünk lesz. Nos, ennél a keresztnél az A4-es lapunkat úgy kell meghajtanunk, hogy kell kapnunk itt is egy háromszöget. Így is, itt van a háromszögünk, és a másik oldalát is ugyanígy kell behajtanunk. És amikor kihajtjuk, akkor kaptunk egy X-es lapot, majd, mint a pillangónál, ugyanúgy kell behajtanunk ezt a háromszöget ide bentre, meg a másik oldalt is. Így, olyan, mint hogyha egy házikót kapnánk majd. Íme itt a házikunk. Aztán félbe kell hajtanunk a házikunkat. Jobb, hogyha úgy hajtjátok félbe, hogy befele vannak ezek a háromszögek, mert úgy könnyebb lesz majd. Majd, amikor félbehajtottuk, ezt a részét át kell hajtanunk a lapon. Így. És amikor széthajtjuk ezt, látjátok itt ezt a vonalat, ezt a hajtást, ennek a hajtásnak a mentén kell elvágnunk a lapot, és így fogjuk megkapni a keresztet. Majd, hogyha széthajtogatjuk, és amikor szétnyitjuk, itt is van a keresztünk, de ehhez nekem van egy nagyon jó kis mondókám, és azt szerint szoktam hajtogatni én ezt a keresztet. Az a lényeg, hogy fogjuk az A4-es lapot, és az A4-es lapnak
mind a négy sarkába írunk valami bűnt, vagy egy olyan dolgot, amit szeretnénk, hogyha mi azt többet nem tennénk meg. Tehát nem beszélek csúnyán, vagy olyat, hogy nem lustálkodok, és többet járok szentmisére, vagy többet imádkozok, és ilyen dolgokat felírtok a sarokba, ugye ezek el fognak majd tűnni, az a lényege. És fogadjátok sok szeretettel ezt a mondókát, és hajtogassatok nagyon sok keresztet így, és meglátjátok, hogy nagyon fog tetszeni, és a javatokra fog szolgálni. Szóval, az élet hajthat így is. Hajthat úgy is. És az élet néha össze is gyűlhet téged. De ne add fel soha. Az élet néha ketté is törhet. És amikor azt hiszed, hogy már nem lehet rosszabb, még mindig megpróbál megtörni téged. De ilyenkor kell bíznunk Istenben és sokat imádkoznunk. És ha kitartóak vagyunk, akkor mindig megtaláljuk magunkban Krisztust. Remélem tetszett nektek ez a két kis kézműves, és tényleg csak ajánlani tudom, nekem rengeteg pillangó van a szobámban, ezt a keresztet nagyon szeretem meghajtogatni is, mindig rengeteg erőt ad nekem, és remélem, hogy nektek is tetszett, és tartsatok velünk a következő részekben is, mert rengeteg izgalmas dologgal készülünk még nektek. Sziasztok!